Minden jó horrorban vannak idegesítő elemek, egy-két szándékosan irritáló tyúk vagy nagyképű köcsök szinte már kötelező minden horrorfilmbe, elvégre minél kevésbé szimpatikus egy karakter, annál nagyobb öröm, amikor látjuk végre, hogy felhasítják ágyektól a csontig. Na de mi a helyzet azokkal a filmekkel, amikor az egész bagázs úgy, ahogy van egy nagy büdös, kellemetlen gócpont? Ilyenkor van az, hogy valahol a szívünk mélyen szinte várjuk, hogy a gyilkos végre nullára redukálja a túlélők számát, de akár az is előfordulhat, hogy annyira átérezzük a főgonosz indítékait, hogy szeretnénk azt, hogy végül sikerrel járjon a filmben, még ha ez azzal is jár, hogy pár embert a másvilágra kell küldenie. Nem is nagyon kell magyarázni, hogy mi következik, jöjjön 8 olyan horror, amiben a gyilkosnak drukkoltál. Kevés olyan horrorfilm van, amiben a főgonosz indítéka annyira kézzel fogható és racionális, mint a fűrészben. John Kramer egyrészt azért különleges főgonosz, mert technikailag senkit nem ölt meg, hiszen a csapdáiból mindig van kiút, csak az mindig komoly áldozatot követel. Másrészt a célszemélyek szinte kivétel nélkül bűnösek valamiben, még ha nem is szigorúan a jog szerint. A történet elején ez nem egyértelmű, de ahogy a néző szépen lassan megismeri a brutális csapdák mögött az indítékot, érthetővé válik Kramer küldetése, és elkezdünk drukkolni neki. A film segít is nekünk ebben, hiszen a jó oldal képviselőinek legyen szó az FBI nyomozókról vagy az áldozatokról, szinte kivétel nélkül közös tulajdonságok az ellenszenv. Az FBI ügynökökről rendszerint kiderül, hogy korruptak vagy morális pöcegödrök, az áldozatok pedig általában valamilyen aljadék salak rétegből kerültek ki, ezek után nem is kérdés, hogy kinek drukkol a néző. Stephen King kiemelkedő érzékkel teremt szörnyeket a novelláiban és sokszor bizonyította már, hogy képes az olvasó lelkét megragadva olyan elesett emberi lényekből gyíkos szörnyeket teremteni, akikkel az olvasó egy bizonyos pontig persze de együtt tud érezni. Így történt ez a Carrie-ben is, ahol a fiatal felnőtt korba lépő tinédzsert szegényes szociális készségei miatt elég erősen pasztatják a középiskolában. Vallási fanatikus anyja úgy neveli, hogy már egy fingás is az úr elleni bűncselekménynek számít, a szex gondolatáért pedig szinte azonnali kasztrálás járna a muter szerint. Nem csoda, hogy szegény Keri kicsit elfuserált, de azért bizakodó, és elmegy a szőke hercegnek hit sráccal az iskola bába, ahol írdatlan módon megalázzák, ekkor viszont Keri nagyon megurul, teljesen jogosan. Az olvasó, illetve ha a filmről beszélünk, akkor a néző szinte elégedetten nézi végig, ahogy Kerry telekinézés képességeivel darabokra szaggat mindenkit, aki valaha ártott neki, vagy csak végignézte, hogy bántják őt. Az utóbbi évek egyik kiemelkedő alkotása a Kevin in the Woods, amiben egy létesítménynek nevezett titkos szervezet emberáldozatok árán igyekszik távol tartani a földtől a gonosz erőket, és ezáltal évről évre megmenti az emberiséget. Leegyszerűsítve a történet két rossz lehetőséget kínál a nézőnek, amelyből a létesítmény igyekszik kiválasztani a kisebbik rosszat, vagyis egy kis csoport lemészállását az emberiség megmentésének érdekében. Minden racionális elme így döntene, kivéve persze a szerencsétlen, ártatlan áldozatokat. A film szépen lassan fordítja meg a néző gondolkodását, eleinte úgy tűnik, hogy a gyilkosságok mindössze a létesítmény beteg dolgozóinak az örömszerzését szolgálják, látszólag élvezik is a munkájukat, viszont ahogy megismerjük a mészállás mögött álló okokat, nyilvánvalóvá válik, hogy a létesítménynek kell drukkolni. Ezzel együtt mások halálára vidáman táncikolni talán még sem kellene. A 2016-os Don't Breathe című horrorban egy csapat rossz életű tinédzser betör egy vak férfi házába, hogy kirobolják őt. A vak férfiról elég hamar kiderül, hogy nem adja magát könnyen, és puszta kézzel szépen lassan levadásza a betolakodókat a labirintusként működő koszfészek házában. Ez egy ideig nagyon jól áll a filmnek, és igazából úgy is vagyunk vele, hogy most legalább megadja a bűnöző fiataloknak az élet azt a bizonyos kemény leckét, amíg nem kiderül, hogy az áldozatnak hit vak férfi egy fiatal lányt tart leláncolva a pincében, aki még teherbe is ejtett. A vékifejlett felé haladva, a betörők közül kiemelkedik a fiatal hölgy, Rocky, aki a pár elkövetett piti bűncselekmény ellenére jó ember, legalábbis ezt próbálja súlyalni a film. Társaival ellentétben ő a társaság nyomására mondott igent a betörésre. Természetesen ettől még ugyanolyan bűrészes, mint a többi tettestárs börtönbe vele, de amikor a film egy olyan irányba kezd mutatni, hogy szegény rocky és a pincében végzi a vak öregember rabjaként, akkor már inkább úgy vagyunk vele, hogy jusson ki a kalamajkából. Arról is lehetne még beszélni, hogy a történet szerint ki is igazából a gonosz, egyezzünk ki annyiban, hogy egy kicsit mindenki. A 90-es évek egyik nagy klasszikusa a Tudom mit tettél tavaly nyáron, ahol a készítők egy igazán parádés szereposztással alapozták meg a filmet. A főszerepet Jennifer Love Hewitt alakította, társait pedig Freddie Prince Jr., Sarah Michelle Geller és végül Ryan Philip, és megőrülsz, de a szereplők között még az agymenők lenörgye is feltűnik. A nézők többségében nem igazán szokott tudatosulni, hogy a válogatott, szimpatikus főszereplők mennyire felelőtlenül és arrogánsan viselkednek, és az egész gyíkolászás elindítója egy ittasan elkövetett cserben hagyásos gázolás, melyet a fiatalok megpróbáltak eltusolni, a bizonyítékokat pedig tudatosan eltüntetni, magyarul bedobták az elgázolt tagot egy közeli tóba. Gyerekként persze féltünk a kampós gyilkostól, kicsit ére felnőtt fejjel átgondolva viszont, szereplőink jutalma sok-sok év letöltendő lenne alaphangon, amivel vitatkozni sem lenne érdemes. Ennek ellenére, vagy pont ezért a film végig a fiatal felnőttek ártatlanságát sugalja, vagy legalábbis próbálja az általuk elszenvedett kínokat jogosulatlannak, túlzónak beállítani, holott egyértelműen ők követték el a filmben az első igen komoly bűntényt. A kampós halászkabátos gyilkos önbíráskodása ezzel együtt természetesen szintén büntetendő, de ki lenne pipa, ha békésen hazafelé csámborogna, amikor előtti egy részek, BMW s hülye gyerek, aztán bebaszták a legközelebbi tóba, csak úgy a mihez tartás véget. A The Voices egy igazi kis kincs az olcsó horror rengetegben, mondani valóval fordulatos történettel és nem utolsó sorban Ryan reynolds -al. Ryan a filmben egy komoly mentális betegségektől szenvedő fiatal férfi alakít, aki egyértelműen nem egy rossz ember. Jószándékú és nem akar semmi mást, mint bárki más, vagyis boldogulni az életben, boldog lenni és tudni maga mellett valakit, akivel őszintén megoszthatja az életét. Látszólag mindent jól is csinál, de valahogy a szerencse nem áll mellé, és a hölgyek, akiket randizni hív, végül levágott felként végzik a hűtőszekrényében. Ezzel együtt Ryan egy igazán szimpatikus figuraként szerepel a képernyőn, és annak ellenére, hogy ő az, aki az első randi mély torkon vágja a hölgyeket, mégis hiteles áldozatként van feltüntetve a képernyőn. Ennek az oka, hogy Ryan nagyon erős tévképzetektől szenved, amikről nem is tud, és amiket az általa szeret narkotikumok okoznak. Végül kiderül, hogy semmi nem az, aminek látszik, Ryan tette is sem annyira feketék, illetve fehérek, de még így is izgulunk érte, és igazságtalannak tartjuk, hogy nem leli meg a boldogságát, sőt, egyre távolabb sodródik tőle. A Let Me In egy amerikai alternatív vámpíros film, ami egy az egyben a 2008-as Let the Right One In című svéd film koppintása szinte jelenetről jelenetre. Ha az amerikai változatnál maradunk, akkor a filmben Owen egy fiatal kölyök, akit elég gyakran szekálnak iskolatársai. Megismerkedik Ebivel, a környékbeli kicsit különös lányjal, akiről aztán kiderül, hogy vámpír. Ebi eleinte nem tűnik túl agresszívnak, de azért csak sikerül neki félbe tépnie egy-két bunkó környékbeli kölyköt. Nem igazán tudunk rá haragudni, hiszen mindezt óven védelmében teszi, aki képtelen szembeszállni az őt folyamatosan piszkáló elemekkel. Az utóbbi évek egyik nagy sikere az M. Night Shyamalan rendezte Split volt, amiben James McAvoy alakította a 23 személyiségre szakadt főszereplő gyilkost. A személyiségek között folyamatosan ugráló Kevin több alapvetően szimpatikus személyiséget is villantott, akik inkább csak asszisztálnak a többi személyiség bűntetteihez, de maga Kevin sem egy tipikus bűnöző figura. A másik ok, amiért a néző szerette volna, hogy a hordának keresztelt személyiségek sikerrel járjanak, az a rejtélyes 24. személyiség eljövetele, amit egyszerűen csak fenevad. Hívtak. A fenevad emberfeletti erővel bír és dominanciát gyakorol az összes többi személyiség felett, viszont ennek az új erősebb személyiségnek az eljöveteléhez szükség van ahhoz, hogy a horda elraboljon, és fogjú tartson három fiatal nőt. Tudjuk, hogy rossz lesz a vége, mégis szeretnénk, hogy a hordának sikerüljön a küldetés, és végre láthassuk azt a bizonyos fenevadat akcióban is ez lett volna 8 olyan horrorfilm, amiben a gonosztak drukkoltál. Ha szerinted valami kimaradt a listából, vagy nem értesz egyet valamivel, akkor nyugodtan támad meg a komment szekciót. Ha pedig tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és kövess minket Facebookon, Instagramon is. Hamarosan újra jövünk, addig is sziasztok!